Kedves Andrea és kedves Norbert, kedves szülők, nász nagyok, kedves mindannyian, akik itt együtt vagyunk most a templomban, hogy részvétünkkel, együttlétünkkel kísérjük ennek a két fiatalnak, Norbertnak és Andreának az élet alakulását, amikor most ők itt egészen, teljesen szabadon, megfontoltan, fölnőtt emberként elköteleződnek egymás felé. Ahogy a virágnak az a küldetése, hogy szépé tegye az életünket, ahogy a gyümölcsfáknak az a küldetése, hogy gyümölcsöt teremjen, a Földnek pedig az, hogy megteremje mindazt, amire szükségünk van. Ugyanúgy az embernek is megadta a Jóisten a küldetését ebben a világban. Azt a küldetést adta nekünk, hogy tanúságot tegyünk a szeretetről. The world was on fire, no one can save me but you. Strange what desire can make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. And no, I don't wanna fall in love. And no, akarom. A te hátoltámnak, Andrea. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Andrea, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt. Akarsz-e a jelenlévő Norberthez feleségül veszlek? Igen. A te hátoltámnak, Norbert. Norbert. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül vegyek hozzá. Feleségül megyek hozzád. A most megkötött házasságokat az egyház nevében is értékesnek nyilvánítom és megálltam az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Thank you.